Megérkezett a hideg tél, bőven akadt dolguk a tűzoltóknak a kemény minuszokban. Életbe lépett a vörös kód, fokozottan figyelni kell a hajléktalanokra. Folytatódik az oltás, elkezdődött a 18 és 60 év közötti krónikus betegek oltása. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió Esztergom hír összefoglalóját látják. Sok munkát adott csütörtökön a viharos elejű szél a megye tűzoltóinak. A legtöbb esetben fakidőlésekhez és faág leszakadásokhoz riasztották a rendvédelmi szerveket a térségben. Szakemberek szerint pár napig még marad a hideg idő, így az is elképzelhető, hogy a kisebb folyóinkon, tavaikon is megjelenhet a jég. Motoros láncfűrésszel darabolták fel ezt a 20 méteres kidőlt fát az esztergomi tűzoltók csütörtök kora reggel. Szerencsére az arra haladó közül senki sem sérült meg. A forgalmi akadályt hamar elhárították. Pillanatokon belül megpróbálják megtisztítani az útszakaszt, látjuk, hogy a szalagkorlátra is ráesett a fa. Hál' Istennek személyi sérülés és anyagi kár nem történt. Dobogókön kívül is bőven akadt dolguk az esztergomi járásban és a megyében is a tűzoltóknak. A legtöbbször fakidülésekhez kellett vonulniuk. Az esztergomi járásban is összesen 5 káresethez, fakidőlésekhez, faág leszakadásokhoz, tető megbontásokhoz riasztották az esztergomi és a nyergesújfalui tűzoltókat. Személyi sérülés szerencsére nem történt. A meteorológiai előrejelzések szerint jó pár napig még marad a hideg idő, a késő éjszakai és a kora reggeli órákban is kemény mínuszokra számíthatunk. Péntekre viradóra a Dunakanyar térségében is nem egy helyen mínusz 10, mínusz 13 fokig siet a hőmérséklet, és volt olyan hely az országban, ez az északi hegyvidék térsége, Zabarhalmon itt a mínusz 23 fokot mutattak a hőmérők, és ugye a nagy kérdés az, hogy meddig marad ez a hideg időjárás, mert ha tartósan, akkor tavainkon, de a folyókon is ugye megjelenik majd a jég. Az időjárás miatt fokozott óvatosságra intik az autósokat is a rendvédelmi szervek, a kemény mínuszokban ugyanis a jegesedés miatt csúszósakká válhatnak az utak. Vörös kódjelzés lépett életbe a várható rendkívüli időjárás miatt február 12-én péntek délelőtt 10 órától. Az extrém hideg miatt a hajléktalan embereket azoknak a bentlakásos szociális intézményeknek is fogadniuk kell, amelyeknek alapvetően az alapellátásban nem tartozik bele a hajlék nélküliek gondozása. Ezt jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára február 10-én Budapesten. Fülöp Attila elmondta, a vörös kódjelzés várhatóan jövő szerda délig lesz érvényben. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladata továbbra is a hajléktalan ellátórendszereknek lesz. A hajléktalan szállókon a nappali melegedőkben van hely. Fülöp Attila a rendkívüli hidegre való tekintettel arra kérte az utcán élőket, hogy vegyék igénybe a szolgáltatásokat azért, hogy senki ne kerüljön életveszélybe. Ha pedig valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. Balesetveszélyes lehet az erdőjárás az elkövetkezendő napokban, erre hívja fel közleményében a Pilisi Parkerdő a túrázók figyelmét. Az elmúlt napok időjárása miatt ugyanis az erdőgazdálkodási vállalat a 250 méter felett húzódó részein kritikus helyzetet idézett elő. A hóval vegyes ónos eső miatt jégpáncél képződött a fák ágain, amelyek a súlytöblet és a nagy erejű széllökések hatására helyenként letörhetnek. A Pilisi Parkerdő arra kéri a természet járókat, hogy egyelőre ne induljanak el a baleset veszélyessé vált erdőkbe. A hételegi esőzések során felázott talaj a betörő fagy hatására szintén jégpáncéllá alakult, így az erdő és a turistautak rendkívül csúszósak. A felázott talaj, a fákra rakódott jég és a széllökések következtében sok helyen pedig gyökerestől fordulnak ki a fák. A Pilisi Parkerdő ZRT arra kéri most a természetjárókat, hogy egyelőre ne induljanak el a baleset veszélyessé vált erdőkbe. Viharos, helyenként orkán erejű széllel érkezett az extrém hideg a Dunakanyar térségébe is. Péntek viradóra helyenként mínusz 13 fokig süllyedt a hőmérséklet. A sekélyebb vízű tavaink már befagytak, de a folyóink mellékágait is jégpáncél boríthatja a hétvégén. A mélyvízű egykori bányatavat, a Palatinus tavat jelenleg is vékony jéghártya borítja. Németh Lajos meteorológus szerint a nagy kérdés az, hogy meddig marad a hideg időjárás, ha ugyanis tartósan
van, akkor elképzelhető, hogy nem csak a tavainkon, de folyóinkon is megjelenik majd a jég. Legalább 2 hetes hasonló hideg idő kellene a tavak teljes befagyásához. Az ország legnagyobb folyója utoljára 1963-ban fagyott be, a Balatont viszont már jégréteg borítja. Szombatra viradóra és vasárnapra viradóra is, országosan -10 fok körül, a hóval borított helyeken, a vastag hóval borított helyeken pedig -20, akár -25 fok is süllyed majd a hőmérő higanyszála. Azért mondtam most ezt országosan, mert ugye nem csak állóvizeink fagyhatnak a következő napokban, hanem a hazai folyóinkon is megjelenhet a jég. A kisebb folyókon a jégzajlás a jövő hét második felében, jövő hét végére erőteljesebbnek ígérkezik. Nem fagynak be nagy valószínűséggel, mert ahhoz erős a sodrás, és azért nem lesz rendkívüli hideg. Elkezdődött a 18 és 60 év közötti krónikus betegek oltása a régiónkban is. Dr. Pintér Miklós csolnoki háziorvos február 12-én 10 embert oltott be az AstraZeneca vakcinájával. A regisztrált krónikus alapbetegségekben szenvedők nagyon pontosan 5 perces időközönként érkeztek a rendelőbe. A csolnoki háziorvos eddig 32 betegnek adta be a védőoltást. Volt-e bármikor is védőoltásra allergiája, hogy rosszul lett, influenzaoltásra nem volt? A háziorvos a lázmérés után és az oltás előtt a beteggel egy beleegyező nyilatkozatot is kitöltött, amelyben a jelenlegi betegségeiről, a gyógyszerszedésről kellett nyilatkoznia, valamint arról, hogy voltak-e bármikor rosszullétei vagy allergiás tünetei. Fáj? Nem fáj. Fájdalommentesen esett át az oltáson a csolnoki Hilbert Róbert is, aki krónikus betegként az elsők között regisztrált, és az első körben meg is kapta a vakcinát. Pánikbetegségbe szenvedek, idegrendszeri betegségbe, 55 éves vagyok. Hát elsőként jelentkeztem interneten, ahogy lehetett jelentkezni, ott feliratkoztam, és akkor hát a doktor úr üzent, hogy sorra kerültem. A 18 és 60 év közötti kiválasztott krónikus betegek fegyelmezetten pontosan érkeztek a megbeszélt időpontokra. Megkaptuk az első AstraZeneca angol oltást, egy ampullát, amiből 10 beteget tudtunk oltani, őket oltottuk. Kor szerint és a táblázat alapján, amit kaptuk, az első 10 beteget, szerencsére nem esett ki senki, mindenki éppen betegségmentes volt, olyan akut betegségmentes, tehát megkaphatták az oltóanyagot. Csolnokon már mindkét háziorvosi rendelőben elindult az állampolgárok koronavírus elleni oltása. Hogyha csak apránként is, de érkezik a falvakba is a vakcina, oltottak már tudjuk jól Pfizerrel, oltottak most éppen AstraZeneca-val, tehát gyakorlatilag mindenféle típusú oltásból a vidék is tud részesülni. És hát ami nagyon nagy öröm, miniszterelnök úr ma bejelentette, hogy úgy tűnik, hogy húsvétig a regisztrált jelentkezőket sikerül majd beoltani. A térség országgyűlési képviselője jó hírként számolt be arról is, hogy május végéig több mint 3,5 millióval több embert tudunk beoltani Magyarországon, mint amennyit az uniós beszerzések biztosítani tudnának. Védettséget igazoló okmányt vezet be a kormány, erről beszélt Gulyás Gergely a február 11-i kormányinfon. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az igazolást csak azok kaphatják meg, akik túl vannak a második oltáson, és azok, akik korábban már a koronavírusból felgyógyultak. A gyógyultaknál az érvényesség kezdete az első negatív PCR-teszt időpontja lesz, vagy ha ilyennel nem rendelkeznek, akkor az első pozitív tesztet követő 10. nap. Ehhez a dokumentumhoz az is hozzájuthat, aki laborban igazolja, hogy antitest található a vérében. Nekik a többiekkel ellentétben fizetniük kell az okmányért, ami 4 hónapig lesz érvényes. Az élet újraindításáról szóló online konzultáció a vaccinainfo.gov.hu oldalon indul a jövő héten. Ezt már Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közölte. 15%-kal nő az operátorok kezdőbére a Magyar Suzuki-nál. Az esztergomi vállalat közleményében arról írt, hogy az elmúlt 4 évben 65%-kal növelte a fizikai, 43%-kal pedig az irodai dolgozók alapbérét. Bonnár Csonka Zsuzsanna, az esztergomi gyár kommunikációs vezetője azt mondta, a vállalat számára a kezdetektől fogva fontos, hogy megfelelő bérezéssel és juttatásokkal elismerje a munkavállalók erőfeszítéseit, nincs ez másképp a vírushelyzetben sem. Az operátorok kezdőbére 2021-ben emelkedik.
Elmúlt 4 évben a vállalat 65%-kal növelte a fizikai, 43%-kal pedig az irodai dolgozók alapbérét. Ezen felül teljesítmény alapon egy havi bónuszt is előirányoztunk az idei évre, illetve a hétvégére első ünnepnapokat úgy szeretnénk kompenzálni, hogy 4 extra pihenőnapot adunk munkatársainknak. 120 millió forintos kormányzati támogatásból fejlesztik a kismarosi ciszterci nővérek 2005 óta folytatott gyümölcsfeldolgozó tevékenységét, amely jelentős a térségben. A nővérek ezzel a segítséggel a Monostori Ízek Manufaktúra elnevezésű 700 négyzetméteres üzemben júniustól nagyobb mennyiségű gyümölcsöt tudnak majd feldolgozni lekvárjaikhoz, ivóleveikhez, és a fizikai munkájukat is csökkentik majd a világszínvonalú korszerű magyar gépsorok. A nővérek sajtótájékoztató keretében mutatták be a készülő üzemet Rétvári Bence és Soltész Miklós államtitkárok jelenlétében. Ez is azt mutatja, hogy az egyházak nevelésben, oktatásban, lelki segítségben, hitéletben ott vannak közöttünk, de másik oldalról ott vannak az imádkozzál és dolgozzál gondolat mellett abban, ami nagyon szükséges mindannyiunknak. Látjuk ebben a pandémiás időszakban, hogy mennyire fontos volt megőrizni a munkahelyeket, mennyire fontos volt minél többet teremteni, és most ebben tulajdonképpen a ciszterci nővérek is részt vállalnak. Megkezdődött a készülődés az üzletekben a szerelmesek napjára. Február 14-én Szent Bálint napján tartják a Valentin napot. Ilyenkor a szokás szerint megajándékozzák egymást a párok. Az Egyesült Államokban és már számos európai országban kiemelt ünnepnek számít. Magyarországon, mint jeles nap, még megosztónak mondható. Még mindig a virágcsokor az egyik legkeresettebb a jeles napon ebben az esztergomi virágboltban. Gőzerővel készülnek a Valentin napi rohamra az üzletekben. Magyarországon a Valentin nap a 90-es években jelent meg, de azóta nagyon megosztja az embereket, ez az Egyesült Államokban különösen népszerű ünnep. Szerintem ez nem magyar ünnep. Úgyhogy ez szerintem pénzkidobás. Mondjuk a virágüzletnek tök jó, meg az ajándéknak tök jó, de hogyha a párom csak azért vesz nekem ajándékot, mert Valentin nap van, akkor szomorú. Nekem kicsit amerikainak tűnik, inkább a Bálint nap az, ami köthető úgy a magyar szokásokhoz, de szerintem azért egy kedves gesztust megér minden pár vagy olyan részére, akik szeretik egymást. Én speciál egyedülállóként vagyok, de küldöm a szeretetemet édesanyámnak, gyerekeimnek. Nem szoktuk ünnepelni párommal, mindig szeretjük egymást, meg szoktam amúgy is ajándékozni, úgyhogy ez így nem szoktuk így külön megtartani. Párral rendelkező embereknek ez mindenképpen fontos lehet, hogy érzékeltessék a másik iránt a szeretetüket. Szerintem ez egy szép dolog. Készítettünk fiúknak, lányoknak ilyen kis ajándékdobozokat, van benne egy kis szappanvirág, csokoládé, kulcstartó, fiúknak egy kis forró csoki, egy kis plüss, egy kis édesség. Az idei Valentin napra is készültek meglepetésekkel, különlegességekkel a virágkötők. Villogó maci, rózsamaci, virágtáskák, tartós díszek, lufik, tulipán, rózsa, tavaszi virágok színesítik a repertoárt. Hozzánk elsősorban ilyenkor férfiak jönnek be, de ugye nem csak női ünnep, hanem a szerelmesek ünnepe. Legtöbbször ők a vörös rózsát keresik, abból is az extrább minőséget. Ezt viszik csak úgy magába egy szálként, egy szalaggal átkötve jó sok szálat belőle, illetve dobozokat szoktak megrendelni. A virágkötők szerint elsősorban a fiatalok vásárolnak, de egyre gyakoribb, hogy a középkorúak és az idősebb korosztály is betéved az üzletekbe. Az Index értesülései szerint a Valentin nap első magyarországi megjelenése a magyar Marilyn Monroe-nak is nevezett titokzatos színésznőnek Eva Sixnek köszönhető, aki 1956-ban disszidált Amerikába, és csak a rendszerváltás után tért vissza az országba. Ezzel pedig megköszönöm figyelmüket, jövő héten hétfőn találkozunk újra. Addig is tudják, kövessenek minket weboldalunkon a www.rtve.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is. Vigyázzanak magukra, minden jót kívánok, viszontlátásra!